hétfőnk a Rumor étteremben, és azért itt vagyunk jelenleg, mert ez az éttermem, az első éttermem Magyarországon, amire nagyon büszke vagyok. Alapvetően 18 évesen elindultam külföldre, így nagyon sok helyen tudtam járni, nagyon sokfajta étteremmel találkoztam, mint munkatárs, mint akár vendég. Ezáltal minden vágyam volt, hogy legyen egy olyan helyünk, ami igazából egy látványkonyha, a vendégek szemtanúi tudnak lenni a történéseknek, és egy nagyon izgalmas, interaktív helyen büszkélkedhetünk. Szerencsére a szüleim nagyon jól főznek, az édesapám is imád főzni, nagyon sokat főzött gyerekkoromban, anyukám is, tehát a vasárnapi ebéd az mindig nélkülözhetetlen dolog volt, és még mai napig érzem az illatokat, ízeket a számban, amit akkor éreztem. Ezek valahogy végigkísérték az életemet, és az ételhez való kötődésemet elindították. Mindig egy olyan élmény lesz, amire szívesen gondolok vissza, és a vendégeinknek is ugye próbáljuk mindig ezeket az élményeket átadni, hogy ők is ugye a memóriájukkal is egyenek úgymond, és valamihez kössék azt, amit éppen esznek. Szerintem az nagyon fontos egy séf életében, hogy már a kezdetektől tudatosan építse a karrierjét, és ugyanúgy gondolkozom, mint egy élsportoló. Ugye a sportolók között is megvan a sportágokban, hogy valaki hobbi szinten űzi, valaki ugye majdnem profi szinten, vagy hasonlóan, de van az élmezőny, ugye az olimpiai szint, ugye, és szerintem az nagyon fontos, hogy az ember fókuszál folyamatosan, és jobbnál jobb időt akarjon befutni, jobbnál jobb teljesítménnyel, tehát hogyha az ember így fókuszál erre a dologra, akkor előbb-utóbb el tudja érni a célját, és én is így kezdtem, és mai napig ezt a tendenciát folytatom. Emlékszem arra a pillanatra, amikor először elmentem Ázsiába, és még egy picit butuska módon is, de nem néztem utána, hogy hova megyek. Kalandba indultam el, nem volt semmim, csak a bőröndöm, a késeim és a bankkártyám. És emlékszem, hogy egy olyan világ volt, ahol még azt simán megtettem, hogy elindultam vakon, és picit úgymond az ösztönöimre bíztam magamat. Ezt a mai fejjel már nem így csinálnám. Hogyha egy fiatal kolléga odajönne hozzám, hogy ő szeretné hasonlóan bejárni a világot, hogyan induljon el, akkor biztos nem azt mondanám, hogy pakold össze a késeidet és indulj neki. Én azt gondolom, hogy azért a mai világban már sokkal alaposabbnak kell lenni, és ebből is sokat tanultam, ugye, hogy nem minden a szerencse, és én azt gondolom, hogy szerencsével jártam végül, de bárhogyan sikerülhetett volna. De olyan szinten nem készültem ugye elő, meg nem készítettem semmit se elő, ugye egy turista vízummal elutaztam egy országba, és bekopogtattam szó szerint minden helyre, kinyomtattam 50 darab önéletrajzot, és mindenhol elmondtam, hogy én munkát keresek. És igazából ez egy eléggé nehézkes dolog volt, ugye, mert nem tudta az ember, hogy mit várhat a sors, vagy esetleg mit várhat a holnaptól, tehát hogy melyik országba megyek, vagy hogyha az egyik országba ugye kudarcot vallok, akkor hol fogok tudni majd esetleg érvényesülni. De egy dolgot még tanított az utazásaim, ugye, hogy kell összepakolni, és hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem, itt a konyhai eszközök kapcsán. Az nagyon fontos, ugye, hogy jó pakoló legyen az ember, nem lehet késeket szanaszét hagyni a bőrönben. Volt már egyszer-kétszer, hogy megállítottak a vámokon, hogy na de azért miért kellenek ezek a kések, és akkor ugye be kellett mutassam azt, hogy ha nem is egy étellel, de el kellett magyaráznom, hogy én végül is egy séf vagyok, aki érkezik. Csak hát ugye mindig volt egy pici simulás, mert nem mindig volt az, hogy nekem már munkám volt, hanem egyszerűen nem értették, hogyha én valahova nyaralni megyek, akkor miért van nálam 10 kés a bőrönben, úgyhogy ezek ilyen izgalmas sztorik, amire, hogyha visszagondolok most, már máshogy csinálnám, de ettől
magamé a sztori. Tehát ez az én sztorim. Nálunk itt a Rumorban olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szinte majdnem 100%-ig magyar vendégeink vannak, amire megint csak büszkék vagyunk. Ez egy nagyon szürreális jelenség, és hogy a turistáknak nincsen helyük úgymond, mert előre lefoglalják a magyar vendégeink egy hónapra ugye a székeket. És igazából ez azt eredményezi, hogy nekünk folyamatosan meg kell újulni, ugyanis nagyon sok visszatérő vendégünk van, aki van olyan, aki ugye eljön vacsorázni, de két hétre rá már foglal egy újabb időpontot, hogy eljöhessen még barátaival. Ez azt eredményezi, hogy nekünk ugye napra készen, amikor jön ez az illető vissza két hét múlva, már tapasztaljon valami újat, hogy ne az legyen, hogy megint beült ugyanarra a sóra, vagy ugyanarra az ételre, hanem igazából tudjunk mindig újat mutatni. A mi szakmánk az pont egy olyan szakma, amit soha nem elég egy élet, hogy az ember kitanulja. Minden nap tanulunk valami újat, minden nap a palettánk is fejlődik, úgyhogy én azt gondolom, hogy soha véget nem érő tanulás, és ettől izgalmas ez a szakma, és ettől van az, hogy holnap fölkelek, és azon töprengek, hogy akkor mi legyen az új fogás, mert mindig van egy új módszer és egy új recept. Sokszor egy-egy inspiráció véletlenszerűen is tud jönni, elsétálok egy zöldséges előtt, vagy egy virágos előtt, vagy egy dekorboltba besétálok, vagy meglátok egy szép tányért, de olyan eset is van, hogy valahol kóstolok valamit, és nekem beugrik valami erről az ételről, és egyszerűen csak egy íz élményt kiválasztok onnan, és behelyettesítem a saját konyhámba. Ez mindig változó, az a lényeg, hogy ugye inspirációnak kell lennie, és akkor a többi már csak a kreativitás.